Szeptember 28-án újra a Schwab Gasztronómia kapta a főszerepet Baranyában. A 17. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál az esős idő ellenére idén is számos érdeklődőt vonzott, határon innen és túlról is. A fesztivál központi eleme a gőzgombóc készítő verseny volt, amelyre több mint 30 csapat nevezett. A versenyzők változatos kategóriákban, mint az ízletes gőzgombóc és a gőzgombóc újra gondolva, mutathatták meg főzőtudományokat, valamint különleges díjakkal is elismerték a legszebb terítéket, a legvidámabb csapatokat, valamint megválasztották a gőzgombóc fesztivál szépét is. Sőt, a látogatók meg is kóstolhatták az elkészült gőzgombócokat. Tolna megyéből, Kisvejkiből is érkeztek vendégek. Hanyadik alkalommal érkeztek? Harmadik alkalommal vagyunk itt, hál' Istennek. Örülünk az ismételt meghívásunknak, és remélem ezután is minden rendezvény részt tudunk venni, mert nagyon színvonalas a rendezvény, és nagyon szeretünk ide járni. Mit hoztatok magatokkal? Mi egy olyan területről származunk, ahol a gyümölcstermesztés jelentős műfajt képvisel. A fő gyümölcsünk a kajszibarack, erről vagyunk híresek, ezen kívül mindenféle gyümölcsöt termesztünk. A falunkban található egy pálinkafőzde, egy léüzem, és ezen kívül elég népszerű a lekvárfőzés is. Gőzgombócot készítettek el minden napon? Igen, csinálunk gőzgombócot, kétfajta gőzgombócot szoktunk csinálni. Az egyik a sósféle, ami káposztával, hússal és azzal fogyasszuk, illetve babgulyással. Az édes, az meg szilvalekváros, mákos és tejsodos. Hogy sikerült a mai gőzgombóc? Nagyon jól lett, hál' Istennek jól sikerült, nem esett vissza, jól lett a tésztája. Káposztás lett a vége? Káposztás, igen, nagyon finom. Fogy nagyon? Igen. Hát az egész elfogyott úgy, hogy nagy hatékkal volt. De ti is ettetek azért belőle? Persze, jutott nekünk is, igen. Szeretitek ugye a mindennapokban? Ti is fogyasztani? Igen, igen, igen. Jó, finom falatok. Kóstoltátok-e már a többi standnál lévő finomságokat? Én ott előrébb kóstoltam, az is nagyon finom volt, ott túróval töltötték meg a gombócot, de igen, jó volt. Milyen a hangulat itt? Jó, lehet szórakozni, beszélgetni, sok ismerőssel találkozik az ember. Olyan is, aki nem is gondolna már ezer éve. Na, jó. Jó hírét viszitek Gerezslaknak? Igen, igen, természetesen érdemes idejönni, egy kis kikapcsolódás. Már is itt vagyunk az egyik helyi csapatnál, az állatvédő gombócainál, és hát nagyon finom étel készül itt nálatok. Igen, nagyon finom, ízlik a látogatóknak. Babgulyást főzünk gőzgombóccal, marha pörköltet gőzgombóccal, édes gombócot. Itt szóval mindent, ami szemnek szájnak ingerre, ugye? Igen, igen, igen. Mióta főzitek ti a gőzgombócot itt a faluba, kezdetektől fogva, amióta van a fesztivál? Igen. De 17 alkalommal részt vettünk a fesztiválokon. Eredményesen volt már szép díjatok is? Igen, 2 éve megnyertük a fődíjat, és azóta, vagy előtte is, utána is, minden évben valami. Nem felejtettetek semmit a tudásból, ugye? Nem. Milyen az idei hangulat? Lehet-e mondani, hogy évről évre egyre jobb itt a hangulat a sátrakban? Igen, évről évre jobb, nagyon jó hangulat van itt a sátorban, az idő, esős idő ellenére nagyon jó itt. Ez azért jó ez az idő, mert most mindenki bejön legalább és kóstolhat. Mindenki beszorul, igen. Nagyon sokan jönnek kóstolni, már nagyon sok adagot kínáltunk, de még van, jöhetnek még kóstolni. Ez itt a Kultúra Fellegvára, hiszen a gasztronómia mellett a színpadon folyamatosan jönnek a táncosok, az énekesek, most éppen a fúvósok. Nem lehet itt unatkozni. Nem, egyáltalán nem. Mindenki talál magának tetsző előadást. Kinek szól a Gőzgombóc Fesztivál? Gőzgombóc mindenkinek, gereslakiaknak, vendégeinknek, mindenkinek, aki szeretne eljönni. Hova nőtte ki magát ez az elmúlt években? Hát nagyon népszerű lett, hogyha bármerre járunk az országban, vagy akár külföldön is, és gereslakot említjük, akkor az emberek nagyon sokan hallottak már a gőzgombócról, a Mézeskalács faluról. Vannak olyan portékák, ami elad benneteket, ugye? Igen. Összehozza a közösséget? Tehát mind a mézes kalács készítésekor, mind amikor gőzgombócot főztek, azért össze kell, hogy jöjjön a csapat, ugye? Igen, nagyon összehozza. Már előtte egy héttel készülünk, a sátra díszítjük, a színpadot díszítjük, előkészítjük itt az asztalokat a csapatoknak. Most vannak a legtöbben csapatok? Úgy tudom, 30 darab van összesen. 33. Igen, lehet, hogy az idén vannak a legtöbben, nem tudom. Folyamatosan nő, ugye? Igen. Nagyon sok idegenből jött csapat is van.
itt az önkormányzat próbálja támogatni az idegenből jött csapatokat, hogy kályhát biztosítanak nekik, meg hogyha bármi felszerelés kell, akkor biztosítják. Mennyire jó vendéglátók a Gerezs lakiak? Amellett, hogy persze egymással is itt elvagytok, látom azért folyamatosan kóstoltattak is. Igen, folyamatosan teszünk ki kóstolótálakat, kínálunk mindenkit, aki nem akar megállni az asztalunknál, őt is megállítjuk. Egy kör után úgyis visszajön, ugye? Persze, igen. Érezzétek nagyon jó magatokat! Nagyon köszönjük! Itt vannak az engővárkonyiak is, és az előző percekben szórakoztattatok a színpadon. Keller Zoltánnal beszélgetünk arról, hogy milyen sűrű jártak ide gőzgombócra. Hát minden évben most már úgy mondom, hogy hagyomány részt tudunk venni ezen a gőzgombóc fesztiválon, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. A közönség nagyon nagy lelkesedéssel fogad, és úgy érzem, hogy tetszik neki a műsorunk. Ez egy komplex műsor, itt van tánc, vannak fúvósok, egy szóval hozzátok, zengővárkony kultúráját magatok. Így van, igen. A zengővárkony dalait és táncait hozzuk magunkkal, és próbáljuk az őseiknek a kultúráját átadni a fiatal nemzedéknek. Te jó húsban vagy, szereted-e a jó gőzgombócot? Hát nagyon szeretem a jó gőzgombócot, de még jobban szeretem a pörköltet, megmondom őszintén. Így gőzgombóc pörköltet kombinálva nagyon-nagyon finom, kipróbáltuk már. Lehet vegyesen. Igen, lehet. Kóstolgattál már itt, mert a különböző csapatok kitesznek azért kis kóstolókat? Igen, még kóstoltunk már többféle dolgot. Nekem nagyon ízlett a hagyományos gőzgombóc is, meg a tovább gondolt is, mert volt lekvár, kis ilyen szószok, tehát nekem tetszett mindegyik. Tovább gondolták, de te is tovább gondoltad, mindjárt meg is kóstoltad. Így van, megkóstoltuk, és nagyon-nagyon tetszett. Szeretem az újat is kipróbálni, és úgy gondolom, hogy ha lesz jövőben is új, ki fogom azt is próbálni. Ez a mai nap a szórakoztatásról szól, ti magatok is, ahogy említettük, kivettétek ebből a részleteket. Maradtok-e tovább, hallgattok-e más fellépőket? Természetesen megnézzük a többi táncsapatot is, mert ők is megnéztek minket, megtiszteltek minket, mi is szeretnénk őket megtisztelni, és nagyon-nagyon szoktuk élvezni a másik táncsapat műsorát, akik egy más stílust hoznak ebbe a műsorba is. Maradjatok sokáig, és a kiégett belőletek a szénhidrát pótoljátok folyamatosan. Köszönjük szépen, úgy lesz, köszönjük szépen! Gőzgombóc fesztiválon vagyunk, de polgármester úrnak a minyomnak vannak, de úgy látom, hogy ez egy csapatmez a mai nap folyamán. Igen, Erzsébet három csapattal jött a Gerezslaki Gőzgombóc fesztiválra, és az egyik csapatunk neve a Minyonok. Ez egy új iskolálás, hivatali dolgozók és az óvodai dolgozók vannak benne. Látszik a fiatalosság, óvoda, bölcsöde dolgozók, tehát fiatalos. Lassan fölkerülhet a Gőzgombóc fesztivál nevébe Gerezslak mellé Erzsébet is, hiszen 30-ból három csapat, az a tizede, ugye a csapatok? Igen, hát egy tized része erzsébeti a versenynézésnek, vagy hát a résztvevőknek. Én azt gondolom, Tibor, nem akarom még ijesztegetni, hogyha ez így megy tovább, akkor Erzsébet átveszi ezt a... Nem, én azt gondolom, látszik a Boly Televíziós, köszönöm, hogy mindig megtaláltok bennünket. A Halfőzőn, a Pécsváradi Várfesztiválon, itt a Gőzgombócon. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy megjelenjünk, találkozunk, egy jót komázunk. Sőt, a múlt héten lehet, hogy ott is találkozhatottok Erzsébeten, Nagykalon a Kukorica Fesztivál volt, ott is képviseltük magunkat. Hányfajta gőzgombóc készített a három csapat? A három csapat a háromféle gőzgombócot készített, az egyik az babalappal, a másik káposztával, és a harmadik, ami azt mondom, egy kicsit úgymond gazdagon, fűszerezettebben és több füstölt árulal készült. Ez ilyen közösségi összetartás is egyben a te csapataid számára? Igen, fontosnak tartom én, hogy ahogy beszéltük, vannak fiatalabbak, vannak hivatali dolgozók, vannak a Szentes Évet csapat, ugye a régebbi. Ez valamikor még édesanyámékkal kezdtük, ahogy 18 évvel ezelőtt első alkalommal, még kicsit ismeretlenül, de most ugyanezeket visszük tovább, ugye azok a tradíciókat, hagyományokat, de most már más korosztályokkal, most már mi vagyunk az édesanyám korosztály rassan, mint amikor valamikor ezeket elkezdtük.
úgy tartják, hogy a 17-es az egy misztikus szám, és ezt osztja a polgármester úr is, hiszen 17. alkalommal rendezik meg a Gőzgombóc Fesztivál. Igen, megrendeztük volna ezt 18-szor is ma, csak volt egy Covid-járvány és egy kimaradt. Valóban ez egy misztikus szám, és ahogy az időjárás is hozza, megtréfált minket, de nem estünk kétségbe. Tele van az összes sátor emberrel, és reggel 10-től, ahogy megnyitottuk a Gőzgombóc Fesztivált, azóta hatalmas hangulat van itt, és nagyon sok főzőcsapat, és én nagyon szeretem ezt a hangulatot, és ez mint tavaly is volt eső, hát legyen jövőre is eső, mert akkor talán az egyik legjobb Gőzgombóc Fesztivál kerekedik ki. Mitől lett ilyen misztikus és vonzó ez a fesztivál? Mi vonzza ide ezt a rengeteg ember? Ez a sváb gasztronómiai csoda, a Gőzgombóc. Megnézhetik, hogy gyúrják, verik ki, ez egy szakszó, és hogy sütik, hogy főzik, hogy párolják, hogy és belekukkanthatnak a lábosokba, a fazékba, a sütőkbe, és postolhatnak. Éhen nem megy haza senki, lehet vásárolni is, de itt 34 csapat alkotott most, és mindenhol úgymond kötelező a kóstoltatás. És itt mindenki jól lakik, aki ezt a kört végigfutja. Soha ennyi főzőcsapat nem volt, hamarosan át is adják a díjakat, ez az egyik legszebb része, ugye, a napnak? Igen, nagyon nagy a dobogó. Ilyenkor én is alig várom már az eredményhirdetést, mert megtelik a csapatokkal, mindenki nyerni fog. Mindenki nyer egy díjat, a legvilábabb, a legszebb, a legautentikusabb szakmai zsűri, és a fődíj persze, a Knédli Rézi, az a vándordíj sem maradhat ki. Azt várja mindenki, hogy idén ki lesz a legjobb szakmai csapat, aki igazi gerezslaki gőzgombócot csinál. Örül ilyenkor a polgármester szíve? Jó itt körbenézni, látni, hogy ennyien fogadták el gerezslak meghívását. Igen, mert egyébként a csapatoknál is itt nem csak gerezslakiak vannak. Császártöltésről, Erzsébetről több csapat, Pestről, Pécsről, sok-sok településről is eljöttek ide, és megmérettetnek. Azért is, mert ez a sváb gőzgombóc Mohácstól Bonyhádig tartó sváb tengerbe mindenhol általános. A nagymamák mindenhol csinálják ezt. Csak Ipi Apacs gerezslakon ezt mi levédettük, és elindítottuk ezt a Gőzgombóc Fesztivált. Jó, egy óra után vagyunk, leültek az emberek, tele a pocak, és emésztenek, közben hallgatják a jó zenét. Igen, most a gerezslaki tánccsoport adja a zenét, és gyönyörűen táncolnak. Előtte a Zengővárkonyi, mert hiszen nem csak sváb zenekarok és együttesek vannak, hanem magyar, horvát, ez egy nemzetiségi kavalkád, ez a gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál. Jövőre jöhet a 18-dik? Hát lesz, hát ez biztos. A megnyitón nem biztos, hogy itt voltatok, de ott azzal példáloztam, hogy az 50-et is meg szeretném 97 évesen ünnepelni, és a 30-at is 77 évesen. Isten adja. Isten adja, és azt mondtam, hogy legalább egy élményem lesz, hogy nem kell akkor már fizetnem, mert gerezslakiaknak 70 év fölött ingyenes. A gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál ismét bizonyította, hogy a hagyományok ápolása és az igényes közösségi összejövetelek kiállják az idő próbáját.